Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket! A mai videóban az Nvidia-nak a GeForce-nál szolgáltatását fogjuk megnézni, amely nem egy támogatott tartalom, ezt itt az elején szerettem volna leszögezni. Ugye most megjelent az Arc Ascendid, és a csatornán egyre többször merül fel ez a téma, hogy jó-e, érdemes-e ezt használni, ugyanis mi is használjuk itt házon belül ezt. A páromnak én vásároltam egy Ultimate csomagot, ugyanis ő is szeretné szépen játszani a játékot, viszont elég gyenge számítógépe van. Viszont mielőtt megnéznénk, hogy fut a játék a szolgáltatáson keresztül, illetve egy dedikált számítógépen, ami itt van helyileg, ugyanazokkal a specifikációkkal. Előtt azért beszéljük meg, hogy miről is van itt szó. Ez a GeForce-nál szolgáltatás, ez egy cloud gaming, egy felhőalapú játék szolgáltatás, ahol te távoli elérésben kapsz egy számítógépet, amelyet használhatsz, amelynek az erőforrásának a segítségével jobb minőségben streamelve játszhatod a játékot. Most már szerencsére vannak olyan internet kapacitások, amelyek elbírják ezt nagyon alacsony pinggel, ilyen 10-es, 20-as pingekkel is akár, és így igazából lag nélkül élvezhetjük a játékokat, úgy, hogyha rosszabb számítógépünk van. Egyetlen feltétele van ennek az egésznek, az, hogy legyen stabil, erős internet kapcsolatunk. Hogyan tudunk erre regisztrálni, és mennyibe kerül, hogyha kerül valamennyibe? Itt is vagyunk a GeForce-nak az oldalán, itt kicsit lentebb görgetve látjuk a játékokat, elég nagy játék palettájuk van, ugye a számítógépek, amikkel játszotok, ugye előre telepített játékokkal rendelkeznek, itt meg kell nézni, hogy amivel ti szeretnétek játszani, az rendelkezésre áll-e. Nagyon sok játék van, úgyhogy valószínűleg kevés olyan játék lesz, amit nem fogtok megtalálni, de azért csekkolni kell itt a dolgokat, és lentebb menve itt látjuk, hogy choose a membership. Most jelenleg az ingyenes verzió nem elérhető, azt nem tudom, hogy aki régebben regisztrált ingyenesre, annak most elérhető-e, elképzelhető, hogy igen. Ennek megvan most az oka, ez most éppenséggel nem elérhető, amúgy általában ingyenesre is lehet regisztrálni, természetesen ez egy korlátozottabb történet. Van Priority, illetve van az Ultimate. Most a különbségek a legszembetűnőbbek. Az ingyenes verzióban, kicsit utána olvasgattam a neten, nem 100%-os az info, szóval aki már játszott így, az nyugodtan írja le a pontos specifikációkat. A Basic Rig elméletileg egy 10-es szériás 1080-as videókártyát jelent az esetek nagy részében, és ezt tudjuk egy órán át használni. Itt sessionök vannak, ugye az ingyenes az 1 órás, a Priority 6 órás, az Ultimate pedig 8 órás. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ha mi megkapunk egy számítógépet, akkor ezt ebben az időtartamban használhatjuk, majd hogyha véget ér ez az idő, akkor leáll maga a játék, és újra sorba kell állnunk, vagy újra kell indítanunk a játékmenetet. Nyilván a 6 és a 8 órásnál nem fogunk annyit sorba állni, hisz ott, hogyha már fizetsz, akkor általában a sort ki tudod kerülni, ott nagyon ritka, hogy Priority vagy Ultimate-tel sorba kell állni, ez az ingyenesnél szokott inkább előfordulni. Ugye a Priority az egy prémium riget ígér nekünk, ha jól tudom, és az olvasatok alapján ez biztos, akkor ez 20-as, illetve 30-as szériás kártyákat tartalmaz, 2080 és 3080-at olvastam a legtöbb helyen, nyilván gyorsabb szervereket ígérnek, Full HD felbontást, azt nem tudom, gondolom a Free-ben akkor lehet, hogy csak 720p van, ez nincs odaírva, úgyhogy erről nincs pontos információm, de az biztos, hogy a 60 FPS-t azt itt garantálják nekünk a Priority-ban, illetve általában nem kell annyit sorban állni, szinte azonnal kapunk számítógépet. Az Ultimate csomag most számunkra a legérdekesebb, ugyanis az Arc Ascendid futtatásához Epic grafikán, tehát kimaxolva csutkára 60 FPS-sel, egy 480-as kártya azért elkelhet, úgyhogy ne kelljen kompromisszumokat kötnünk, és itt garantáltan kapunk egy olyan számítógépet, amiben 480 található. Ugye itt láthatjátok, hogy egészen 4K-ig mehetünk fel, illetve 120 FPS-ig, és ugye itt a 8 óra és a többi. Szóval ez az a csomag, amivel ezt a játékot maxon tudjuk játszani, és most össze fogjuk hasonlítani itt a dolgokat. Na most az árakat tekintve, ez szerintem mindenki el tudja magának dönteni, hogy kinek mi a drága és mire van szüksége. Az ingyenes is nagyon sokan mondtátok, hogy tök jó, nyilvánvalóan, hogyha nem kell sorban állni, többet akarsz játszani, akkor pedig érdemes előfizetni. Az Ultimate, hogyha egy egész évre akarnánk megvenni, akkor kb. 80 ezer forint körül van, mert hogyha nem egy hónapot vásárolsz, ami jelleg amúgy sold out, akkor, hanem 6 hónapot, akkor ugye 110 euró, és hogyha 220 euró, most nagyjából ilyen 80 ezer forint környékén található. Ezt csak azért mondom, mert nagyjából 2 évente újít az ember gépet. Gondoljatok bele abba, hogyha csak pár alkatrészt vesztek a géphez, vagy megnézitek a videókártya árakat, akkor esetleg nem eljön ki jobban, hogyha ezeket az opciókat választjátok. Nekem nem fizetnek azért, hogy én ezt reklámozzam, engem csak szimplán maga ez a történet érdekel, úgyhogy mindenki el tudja dönteni. Nagyon sok embernek amúgy, akik nézik a csatornát, mondtátok, hogy az ingyenes is teljesen tökéletes, már amikor elérhető, most ez egy speciális eset, valószínűleg ez nem fog sokáig így tartani, illetve egy kis apróság, mivel most az egy hónapos nem elérhető, hogyha vesztek ajándékkártyát, akkor az ajándékkártyából lehet venni olyat, ami 55 euró, tehát nem a 110, hanem csak a fele,
és az beváltható 6 hónap Priority-ra, vagy 3 hónap Ultimate-re, én is ilyet vettem a páromnak. Amint megvan a hozzáférésünk a szolgáltatáshoz, itt is vagyunk a GeForce-nál belül, ugye én most be vagyok jelentkezve itt a Zsófinak az akjával, itt vannak a játékok, illetve hamarosan megjelenő játékok. Nyilvánvalóan nekünk most az árka lényeges, hisz ez egy olyan hatalmas erőforrást igénylő játék, ahol ténylegesen, ugyebár akár a fizetősön is érdemes elgondolkodni. Amit még nem említettem, hogy a játékokat azért meg kell vennünk magunknak, tehát játékot nem kapunk, és a GeForce-nál belül például a Steam felhasználó fiókunkat össze tudjuk társítani a GeForce-nával, és akkor minden belépéstől ő már automatikusan tudja, hogy milyen játékaink vannak, és milyen játékok elérhetők számunkra. Tehát például most jelen esetben ugye Zsófinak is meg kellett venni ugyebár az Arc-ot, hogy tudjon a GeForce-nán keresztül vele játszani, és most amit láttok, ez most GeForce-nán keresztül megy, mindjárt be is bizonyítjuk, csak felmegyünk a szerverre, ha megnézzük, hogy milyen gyors itt a történet. Igen, jó, hogy ezt most látjátok. A modokat például minden egyes alkalommal le kell tölteni, pontosabban minden egyes megnyitott sessionben. Letöltöttük a modokat, nézzük, mennyi idő a csatlakozás. Nagyjából, szerencsére amúgy tök jól megcsináltak az összendidet, tehát maga a szerverről csatlakozás általában tök pikpak szokott menni. Megnézzük, hogy most ez a történet mit tud. És bent is vagyunk. Ez az. Na, hát megérkeztünk, most ilyenkor még tölt be egy picit, ilyenkor vannak kisebb droppok. Ha bármi probléma van, az internetünk szakadozik, stb. Van olyan, hogy megszakad a kapcsolat. Ritka, de előfordul, ezért kell erős internet elérhetőség nekünk. Akkor azt írni fogja majd jobb oldalt. Ha játékon belül nyomunk egy Ctrl G-t, akkor elő tudjuk hozni a GeForce-nás panelt, és itt be tudjuk nyomni a statisztikát. Itt van egyéb dolog, galériánk is lehet, stb. Én ezeket őszintén megvalóan nem próbáltam ki. Nekünk most ez a GeForce-nás statisztikus érdekel minket. Itt írja, hogy hogy fut a játék, illetve hogy milyen sávszélességet használtam, hogy lehet állítani is. És most ugye bár mi 2560x1440-es felbontásban kapjuk a képet, valamint a játék is úgy van beállítva. Tehát hogyha belemegyünk a videóbeállításokba, ez most ugyanaz a beállítás, mint amit én használok a saját gépemen. Tehát igazából röccenés nélkül bírja. Egyetlen, amit én meg tudok jegyezni, és amit majd tudtok figyelni, hogy időközönként a távolban lévő dolgok, most például hátul a fal egy picit homályos, valamint hogyha fölül kiír valamit, mindjárt megölök egy állatot, akkor látni fogjátok, hogy egy picit ezek a piros szövegek olyan homályosak lesznek. Hopp, ez az. Szóval fönt ott az a piros szöveg, az picit olyan pixeles. Hogy nem is igazán értek, hogy miért, mert elméletileg nem kéne gondnak lennie, de lehet, hogy láttátok. Lehet, hogy ahol ti nézitek mondjuk telefonon, vagy egy kisebb kijelzőn, ez nem is feltétlenül látszik. Természetesen, hogyha te előfizetsz egy Ultimate-re, akkor a játékot állíthatod 2K-ra, és streamelheted magadnak Full HD-ban, tehát hogy, vagy akár jobban is, hogy ugyebár a te monitorodon élesebb és szebb legyen a kép, ha bírja a neted. Úgyhogy ilyenekkel azért lehet játszani. Szépen fut, de igazából akkor fogjuk ezt igazán látni, hogyha összehasonlítjuk, hogy hogy fut egy dedikált számítógépen. Ugye nekem is 480-am van, úgyhogy nézzük meg. A játékban nehéz egy adott jelenetet kétszer ugyanúgy reprodukálni, ettől függetlenül megpróbáltam ezt. Az első jelenetben azt láthatjátok, hogy egy krokodillal elmegyek és megölök egy alfa karnót. Itt igazából folyton változik, hogy melyik képet látjuk, általában történés szerint. Ugye, hogyha jobban megfigyelitek a GeForce-nás oldalt, talán az élesség az, ami kicsit elvész. Remélem, hogy ezt majd videóformában is így a YouTube-on át fogja adni. Talán egy kicsit, mintha élesebb lenne a bal oldal, de én ezt így nem merem kijelenteni. Nagyon kíváncsi vagyok majd a ti véleményetekre. Jó, figyeljük meg itt az apróska részleteket. Még egy harapás is igazából vége is. Kis Pruti elintézte a karnunkat. Itt a második jelenetnél a fényeken van a hangsúly, hogy a loot create forog és a falon a fények látszódnak. Azért ott is kijön, hogy mennyire adja szépen vissza a képet. Igazából a GeForce-nál szerintem brutálul teljesít, tehát nincs rá panasz. Ettől függetlenül azért egy kis különbség azért szerintem felfedezhető. Valamint itt a barlangban egységes a fény, úgyhogy itt a színek egész jól át fognak jönni. Ugye itt egy nagyobb harcot fogtok látni, hogy mennyire esik szét a kép, amikor minden is megjelenik a kijelzőn, ezért hasznos ez a jelenet, illetve majd itt is a végén felvesszük a loot crate-et, de nézzétek és állapítsatok meg, hogy szerintetek melyik a szebb.
Az utolsó jelenetem mind a kettőnél este 7:30 van, mégis kicsit mások a színek, máshogy ment le a nap és más volt épp az időjárás. A komment szekcióban írjátok le, hogy ti láttok-e különbséget, szerintetek megéri ez a GeForce-nál, illetve hogyha kipróbáltátok már, akkor mi a véleményetek róla? Ti fizetnétek érte, vagy elég az ingyenes? Bármi nyugodtan. Tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha nem tettitek volna még, iratkozzatok fel. Én Stark voltam, jók lehetek, sziasztok!